A láb mindig kéznél van, szól Peterdi Pál örökérvényű mondása. Ennek és a környezettudatos életmódnak a jegyében hívták életre 2 évvel ezelőtt a Nyíregyházi Futófesztivált. A szervezők reményei szerint nem csak a sport, a mozgás, hanem a fenntartható fejlődés fontosságára is felhívják a figyelmet a rendezvénnyel. A Mozaik Medő Futóközösség 5 évvel ezelőtt alakult, ez egy teljesen ingyenes mozgás lehetőség. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy heti szinten a lakosságot szólítsuk meg, és szakemberi háttérre tudjanak kijönni, életmódot váltani. Nagyon fontos kiemelni, hogy Magyarországon egy euróbarométeres felmérés alapján 4%-unk mozog rendszeresen, és 59%-uk pedig semmit, abszolút semmit, évek óta nem mozog. Ez az egyik érv, ami miatt szeretnénk megmozgatni a lakosságot. A másik az pedig, azt nézte meg a WHO, az Egészségügyi Világszervezet, hogy melyik azok a tényezők, ami az egészségünket befolyásolja. És a genetikáról, a környezetről, meg az egészségügyi rendszernek a hatásairól rendszeresen mesélünk, viszont 37%-ban az életmód miatt olyan rossz az egészségi állapotunk, és a Mozaik Med Futóközösség, illetve a Mozdul Nyíregyháza erre szeretne egy heti szintű választ adni, míg a Nyíregyházi Futófesztivál pedig az éves motivációt szeretné ezt megteremteni a helyi lakosnak és a hazai résztvevőknek. 2 évvel ezelőtt 500-an, tavaly 700-an futottak, idén pedig az előzetes nevezések alapján mintegy 1000 indulóra számítanak a szervezők. Mint Nyíregyháza polgármestere elmondta, hamarosan újabb futókörök állnak majd az amatőr és a profi sportolók rendelkezésére. Nekünk az a legnagyobb eredmény, hogy az infrastruktúra fejlesztéseink népszerűek, használják, hát itt a rekordtáv futópályákra gondolok, most is 2 ilyen beruházásunk folyamatban van, mert hogy a régi laktanyában Tiszavasvári úton ott megy a fejlesztés az teljesen szabadidősportra, a stadion körül pedig, mint ahogy az atlétikai centrumnál is épült, lesz egy mindenki által használható rekordtáv futópálya, ráadásul 600 méteres, és hát ennek látszik is az eredménye, egyre többen sportolnak, én azt remélem egyre egészségesebbek a nyíregyháziak. A futófesztivált augusztus 27-én rendezik meg. A rajt és a cél is a nyíregyházi Kossuth téren lesz. Az 1 kilométeres jótékonysági, illetve gyermekfutás mellett 3 távon tehetik próbára magukat az indulók. Edzettségtől függően 5, 10 és 21 kilométert teljesíthetnek a versenyzők. Mivel Nyíregyháza több testvérvárosának képviselői is rajthoz állnak, nemzetközi lesz a rendezvény, amelynek bevételét a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány javára ajánlják fel a szervezők.